Vendégeim sorában külön köszöntöm dr. Pálmai Tamás alpolgármester urat, Mucsi András urat, Békésváros oktatási és kulturális tanácsnokát és a Fényomegyen képviselőjét. Benedek István zenei tanulmányait a Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskolában kezdte. Egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudomány Egyetemen végezte, ahol summa cum laude minősítéssel zongoraművész diplomát szerzett. Tanulmányai alatt számos versenyen jó eredményekkel szerepel. 1998-ban és 2001-ben a Zeneművészeti Iskolák országos zongora versenyén második helyezést kapott. Egyetemi évei alatt kétszer volt országos első helyezett a Debrecenben megrendezett Szergej Rachmaninov, illetve a Bartók Béla zongora versenyen. Szintén kétszer kapott külön díjat a szegedi első és második Bartók Béla nemzetközi zongora versenyen. Benedeki Zoltán zenei tanulmányait szintén a Békéscsabai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában kezdte, ahol Tóth István növendége volt. 2002-től a Kecskeméti Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában dr. Icis Tamás, Kultor Balázs és Tüske Zoltán tanítványként folytatta tanulmányait. 2006-ban felvételt nyert a Szegedi Tudomány Egyetem zeneművészeti karára, ahol főtár tanára Szecsődi Ferenc hegedűvész irányítása alatt fejlődött tovább. Zenei tanulmányai alatt számos versenyen szerepelt kitűnő eredménnyel. Kétszer volt első helyezett a Békéscsabán megrendezett Békés megyei hegedű versenyen. 2002-ben megnyerte a második dél-alföldi regionális hegedű verseny, 2004-ben a Szombathelyen rendezett első Bártos Aliz országos hegedű versenyen harmadik helyen és külön díjjal jutalmazta a szakmai zsűri. Zeneszerzőként legnagyobb eredményüket egy vietnámi amerikai filmdráma zenének megkomponálásával, melyet egy nemzetközi filmfesztiválon közönség díjat kaptak, és a 2014-15-ös Békéscsabai Színházi Találkozóra írt Lovak című musical megzenésítésével érték el. A ma esti koncert első műsorszáma Kélek Béla magyar vígjáték utánya. Fogadják! Thank you.
és Osztapovics második kerülője lesz, méghozzá a második jazzfilmből. Avassák ezt is nagy szeretettel. Thank you.
Brahms második magyar táncát is.
szemeket a ma esti hangversenyünkön. Folytatódik a programunk szintén a saját szerzeményénkkel. Most az egyik darabon fog következni szintén negyedű zongorára íródott, és Szecsi Ferenc hegedű művésznek, aki a zeneművészet Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti karán oktat. Testvéremet is ő tanította, nála diplomázott, és én vagyok a művész úrnál a hivatalos korrepetítor. És egyszer megkért engem, hogy felhívott telefonon, éppen egy óra volt, óra közben ért a hívás, és kérdezte tőlem, hogy hát Pisti, nem tudnál valami darabot írni nekem, mert lenne egy felvétel, egy fellépés, amin ezt nagyon szívesen eljátszanám. Tehát mondanosan kerültékből villámcsapás volt, megkért engem, és természetesen azt mondta rá, hogy igen, úgyhogy még egyetlen egy hangról sem volt elképzelésem a darabbal kapcsolatban. De ez a darab megszületett, vele már egy jó párszor előadtuk, hozzáférődik az ős bemutatási darabhoz, de megtiszteltetés számomra, hogy a testvéremre is elő tudjuk adni. A darab címe Scherzo. Kérem, fogadják nagyon sok szeretettel. Thank you.
8. számot viseli a szívünkben. Kérem fogadjásunk szeretettel. Thank you.
Thank you.
Thank you.
betételát fogadják, hallgassák nagyon sok szeretettel. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük, tiszteletes uraim, ezt a nagyon nagy tapsot. Amint említett a testvérem, ez lett volna az utolsó számunk, de úgy gondoljuk, hogy ebből az óriási tasból kiindulva nagyon szívesen játszanak egy ráadás számot is, ami szintén egy dobos hegedűs zongorás, szintetizátoros, nem tudom, még hány hangszeres produkció lenne, melynek a címe az űrutazást viseli. Ezúttal szeretném önöknek megköszönni a jelenlétüket, egy óriási mély volt ismét békésen játszani, és további nagyon szép estét kívánok önöknek. Köszönjük szépen, mondom önvében!